Megjelent Netflixen a sokak által várt, négy részes Spielberg minisorozat az UFO észlelések. A négy, átlag 50 perces rész, négy különböző UFO tömegészlelést mutat be. Az eseteket a rendező remekül választotta ki. Egyrészt mindegyik a világ különböző pontjain történt, más kontinensen, ezzel is bemutatva azt az általános tévhitet, hogy UFO észlelések szinte csak Amerikában történnek. Másrészt csak olyan eseteket választottak, aminek nagyon sok szemtanúja volt, a pár tucattól, a több százig. Amit pedig zseniálisan csináltak, hogy mindegyik esetnél kicsit körül jártak egy olyan témát, ami fontos lehet. Konkrétan az első résznél arra van célzás, hogy sokan gondolják, köztük én is, hogy a Bibliában leírtakat szó szerint kéne venni, mint egy történelmi leírást, nem pedig fantazmabóriaként tekinteni rá. A második részben ez a téma az elrablás, a harmadikban a víz alatti bázisok, és a negyedikben az idegenek atomerőművek, illetve atomfegyverek körüli aktív jelenléte. Nekem az utolsó részt tetszett a legjobban, ahol a fukusimai atomerőmű balesetkor megjelentú fókkal foglalkozott. Lehet azért, mert ebben a témában nem láttam hasonló minőségben dokumentumfilmet. A második részben bemutatott esetet, ahol egy csapat gyerek látott ufót egy zimbabvei iskolában, már sok dokumentumfilm feldolgozta alaposabban. Itt jött talán az egyetlen negatívum a sorozattal kapcsolatban, hogy csak azért, hogy valami újat is mutassanak, találtak egy akkor odajárt idősebb gyereket, aki most azt állítja, ő találta ki annó az egészet. Ezt a láthatóan drogos fickót teljesen felesleges volt berakni. Nem az a gondom vele, hogy ad egy ellenoldalt a történetnek, hanem az, hogy teljesen hiteltelen is az embernek van egy szekundár szégyenérzete, amikor beszél. Ezt és néhány apróságot leszámítva egyébként jól rakva a négy rész. Ami feldobja, hogy az elején szerepeltetik azt az embert, aki rajta volt az anyahajón, amikor ez a híres felvétel készült. Érdekes, hogy az elmondása alapján sok ilyen eset történt, amiket rögzítettek is. Szerinte ha az összes videót nyilvánosságra hoznák nem lenne szükséges magyarázkodni a kormánynak, csak annyit mondani, ezeket látjuk és fogalmunk sincs, hogy mik ezek. Aminek külön örültem, hogy szerepeltették Diana Vols Pasulka professzornőt, aki két kitűnő könyvet írt a témában. Sajnos egyiket sem fordították le magyarra, és sajnos a vele készült hihetetlen jó pótkeztek sem fognak lefordításra kerülni, ezért volt jó látni először magyarul. Összegezve, érdemes megnézni, de tény, hogy vannak sokkal jobb dokumentumfilmek. Ez inkább olyanoknak szól, akik ezekről az esetekről semmit sem tudtak, és kapnak róla egy rövid összefoglalót, azt is inkább Netflix stílusban nincsen oknyomozói szemszögből. A következő ajánlóig, sziasztok!